Üdvözlet mindenkinek és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség a huának De a sabáttal kapcsolatban annyit akartam elmondani, hogy Ugye az mostanában sokszor felmerül az a kérdés, hogy jöjjek, ne jöjjek, nem tudok jönni, miért nem. Úgyhogy gondoltam, elmondom ezt a történetet, amit már én elmondtam itt néhányszor, de hát ha most sikerül másképp, vagy esetleg más tanulságot le tudunk vonni belőle. 2016. január volt az a, az, az időszak, amikor én így hosszas kutató munka után, hosszas úgy értem, hogy mondjuk 2003-ba kezdődött ez a ez az ébredési folyamat aztán 2008-tól vált intenzívebbé, és 2012 közöpe tájától pedig ez már ilyen fő munkaidőbe folyt a munka mellett. Tehát 2016 január volt az, amikor világossá vált számomra az, hogy a földlapos, meg minden egy hazugság, szóval Sajnos igaz az, hogy van egy Isten, meg neki vannak ilyen elvárásai, meg ezek a dolgok. És lehet, hogy jobb lesz, hogyha most már átteszem a hangsúlyt, így az összes hoax felderítése utánról, arra, hogy akkor mit akar ő. És azok a dolgok, amiket éreztem én, hogy ez az élet egy teszt, hogy valaki figyel, meg ezek, ezek valóság, és ez ő volt, nem valami szellemek, meg, meg az, az, az univerzum, meg az erő, meg, meg ezek a dolgok. Úgyhogy elkezdtem megpróbálni kitalálni, hogy akkor mi is az, amit, amit ő akar, vagy egyáltalán az világos volt, hogy a, a, az az Isten, aki a Bibliában szerepel, az az, akiről szó van. Én rengeteg idézettel találkoztam ezen az úton, és nekem az mind rezonált belül. Azt én úgy éreztem, hogy az igaz, meg az egy nagyszerű mondás, meg milyen találó, de így ennél tovább sose jutottam el. És aztán hogy ez világosá vált, hogy, hogy a hazugság a világban az, az a célt szolgálja, hogy, hogy elrejtse az ellenség Jahuát a világ elől. Nem azért, mert ő győzni akar valamiféle harcban, vagy mit tudom én. Sokkal inkább azért, hogy elvegye tőle a hát azt az imádatot, vagy azt a szeretetet, amit az embereknek Jahua ad, amit visszakaphatna így. Persze hát nem mint a bármit is tudna csinálni, amit az atya nem akar. Úgyhogy ki van ez találva okosan. Azért értékes az arany, mert nehéz hozzáférni, nehéz megmunkálni, kevés van belőle. Ez ugyanígy van a, a, a vagy azokkal az emberekkel, akik külön választott életet élnek. Úgyhogy az atya tudja ezt, ezt egyértelművé tette, hogy, hogy ez így van rendjén, neki ezzel nincs baj, ha mindenki azt csinálja úgyis, amit ő akar, Úgyhogy engedi az ellenségnek, hogy félrevezesse a világot, mint egy büntetés azoknak, akik elfordulnak tőle, a Ez az ellenség funkciója lényegében. Persze, nyilván az ellenség is tisztában van ezzel, csak a büszkeség az. Feltételezem, nehéz legyőzni. Illetve hát nehéz lehet legyőzni, ha tudja, hogy mi az, ami vár rá, mégis ezt csinálja, akkor. Képzelje el mindenki, hogy az milyen fajta büszkeség lehet ahhoz képest, amit mi érzünk itt néha napján. Amit ő csinál mondjuk 6000 éve, annak ellenére, hogy tisztában van azzal, hogy mi az, ami vár rá. De úgy rájöttem arra, hogy ez a hazugság lényeg. Ő irányítja a világot azért, hogy félrevezessen minket. Aztán persze az is világosá vált később már, hogy, hogy ahol is korlátok közé szorította magát, ugye, ha létezik egy tora, az azt jelenti, hogy neki is alkalmazkodnia kell hozzá. De ezen kívül van egy dolog, amit ő nem tud megcsinálni, úgyhogy amit nem képes rá, csak egyszerűen a dolog természetéből fog, adódóan ez a szeretet. Ő maga a szeretet, de nem tud rávenni engem, hogy én szeressem őt. Szóval ezt egyszerűen csak nem tudja megcsinálni. Ezt nem lehet megcsinálni ezért. Úgyhogy ő mindenhatóként irányítja a világot, de nekünk meg kell értenünk azt, hogy mindaz, aki tudatosan lázad, szándékosan elveszi azt a dolgot, azt az egyetlen dolgot, amit ő adhatna a Jahuának. Persze tudatosan úgy, hogy hisz a hazugságban, de mi, tudván ezt, fel kellene fogni mindenkinek, hogy az egyetlen dolog, amit Jahua nem tud elintézni magának, azt én oda tudom adni neki önszántamból, és ezzel ki tudom fejezni a nagyra becsülésemet mindazért, amit ő tesz, értem. Nem tudom, hogy ez értető -e. Nem azt akarom mondani, hogy, hogy kisebbíteni az ő érdemeit. Egyszerűen csak ezt, ez egy, ezt érti mindenki, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Szóval nem lehet forszírozni valakit arra, hogy szeressen. Valaki vagy direkt szeret és azt csinálja, amit akarok, vagy, vagy, vagy nem, fog tudni. De meg lehet tanulni ezt. És ő megtanítja az embernek, hogy hogyan szeresse őt és a felebarátját, barátját. Erről beszél. Szeresse te Elohimedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és szeress felebarátodat mint te magad. Nem várja el tőlünk, hogy tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Ő majd megtanítja nekünk nekünk, csak a hajlandóságnak kell meglenni, hogy ezt meg akarjuk cselekedni. Szóval fog, felfogja mindenki, hogy amit mi csinálunk, az az egyetlen dolog, ami neki hiányzik az pedig az, hogy valaki önszántából megpróbálja őt megismerni, szeretni és csinálni azt, amit ő akar. Ami szerintem egy nagyszerű dolog mellesleg. Úgy értem, hogy így élni. És hát akkor gondoltam, hogy megpróbálom kitalálni, hogy hogyan kell ezt az egészet, vagy nem kitalálni, hanem megtalálni, hogy mi a módja annak, hogy ezt az ember csinálja. Persze ez így nem kristályosod ki a fejembe akkor, én csak azt akartam csinálni, amit ő akar, hogy elkerüljem azt, amit én nem akarok úgy értem, hogy mit érdekelt engem bármi. Megnéztem azt az adventista filmet, mikor az az ember magyarázott ott arról, hogy a sabát, a, a, a fenevad bége, vagy bocsánat, Elohim pecsétje, és aki nem tartja meg a sabátot, azonban a fenevad bélyege, és az megy a pokolba. Mindeközben a, a színpadon mögött egy ilyen gigantikus kivetítőn voltak, ilyen, egy tűzes tó, ahol ilyen emberek ízeg, égtek, mondom. És az volt az a nap, amikor Emlékszem erre, hogy amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor én, én, én nekem végem van, én, én, én valamit ki kell találni annak érdekében, hogy én azt elkerüljem, és, és most, jelen pillanatban ez eljutott a, a, a mélypontra, ez, a, ez az egész kaland, ami ugye az élet volt addig. Szóval ez 2016. február 7-e volt, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor vége, jó, akkor nézzük meg, hogy mit akar, hogy mi a szituáció ezzel az egészszel és, és ebből, egyből így bele ebbe a sabát dologba, ott így belekeveredtem. És hát megnéztem a tíz parancsolatot, aztán valahogy nem értettem, hogy hogy lehet, hogy, hogy vasárnap hogy kerül akkor a képbe, meg hogy lehet az, hogy tíz, tíz van odaírva, és akkor ránk nem vonatkozik csak nyolc vagy kilenc, de hogy hogy lehet, hogy pont az... Szóval így végnéztem őket, és akkor rájöttem, hogy Hát ez így nagyjából mindet azért, hogy az ember meg tudja csinálgatni így a gyakorlatban, mert az a többi, az, de, de hogy ez mi, ez a sabát, vagy ez az egész, hogy ez. Mit kell csinálni, vagy ez hogy jön itt, egyáltalán nem találtam semmi értelmét ennek a dolognak, hogy mi, minek akar egyáltalán egy ilyen dolgot. Én nem, nem, a többihez nem tudtam ezt hozzá, igazítani, ezt a sabát dolgot. De segített, mert ugye egyből odakalauzott ehhez az adventista videóhoz. Szóval én nem is kezdtem el nézni semmi más, csak egyből ez volt az első. Aztán utána én elmentem egy másik vonalon, én, utána én már Tora követő, messiási hívőket hallottam, hallgattam, nem zsidókat, hanem hanem izraelitákat egyből. Úgyhogy megmutatta ő nekem egyből az igazságot, úgy volt vele, hogy legalább legyen valaki, aki kimarad ebből az egész hazugságból, és, és egyből a, a helyes úton kezd el járni. Úgyhogy nekem kimaradt az egész hazugság, úgy mint a kereszténység, én azt csak később ismertem meg már így, amikor már értettem, hogy mi az igazság. De a lényeg az, hogy, hogy ez a sabát, ez egy ilyen kardinális dolog volt. És az első héttől kezdve én a sabátot megtartottam. Persze ugye magam módján, mert még akkor én azért lementem sétálni, vagy 5-6 órát így közben hallgattam az, mit tudom én, amit, ezeket a videókat, de én így jöttem, mentem, de nem dolgoztam, na. Igyekeztem, mint a magam primitív módján akkor csinálni ezt, amit ő akar. De aztán pedig, úgy megértettem, hogy jó van ez a sabát, meg van a dolgok, de aztán rájöttem, hogy vannak ilyen ünnepek mellett, amiket még nekünk csinálni kell. Mert ugye, ha a sabátot meg kell tartani, akkor meg kell tartani ezt is nyilván, hisz ez is le van írva. És én utáltam emberek között lenni, vagy hogy mondjam, így így gyülekezni, meg ezt az egészet. Én úgy rendezkedtem be, hogy én az egész életem egyedül. Nem is érdekelt senki. Szóval el akartam kerülni az embereket ennek ellenére ugye az jött ki belőle, hogy, hogy csinálni kell ezeket a gyülekezéseket, és, és, ráadásul heti szinten, akkor az felmerült egy, egy probléma, az pedig az volt, hogy ugye már akkor készültem haza Angliába, hogy elhagyjam a süllyedő hajót minél hamarabb, már én akkor 2016-ban úgy ítéltem meg a helyzetet, mint amilyen most, hogy gyorsan el akarok tűnni onnan, mielőtt még azt mondják, hogy nem tudok eljönni onnan. Úgyhogy megmutatta ő ezt már csak négy évvel én korábban voltam. De én már akkor úgy éreztem 2016-ban, hogy innen menni kell, mert, mert ha lezárják a kaput, akkor én nem akarom átúszni a Lamans csatornát, mert még Franciaországból hazagyalogol az ember, de onnan nem, annyira nem akartam már. Szóval eltűntem onnan, az a lényeg. Ráadásul úgy, hogy rájöttem az igazság a februárban, én április 1-én már itt landoltam. Úgyhogy én eléggé e, elszánt voltam. Na aztán eljutottam ide. Ez e, a ikra 3 és 23. És hát akkor nekem még fogalmam volt erről, hogy, hogy a hua, meg mósei, meg a ikra, meg ezek a dolgok. Én akkor csak úgy olvastam ezt, szóval, hogy ide van írva. De azt értettem, hogy, e, hogy azt mondja, hogy hogy én, én úgy vettem ezt, hogy ami le van írva, az úgy van. Úgy értem, hogy ha azt mondja, hogy ez, akkor az az. Én, én nem úgy, hogy, hogy, mint ahogy beszélgettem a Jehova tanúival, hogy, hogy imádkozzatok, hogy a menekülésre ne télen legyen, vagy a sabát hogy, hogy igen, de a sabát nap az csak egy fontos nap, majd meg minden nap sabát. De, de én úgy vettem, hogy ez az azért van odaírva, mert az azt jelenti, mint ahogy ez így is van. És akkor azzal kezdte ezt, ezt a fejezetet, majd figyeljen oda mindenki, hogy, hogy mi az, amiről beszél itt Jahua. Azt mondja, hogy ezek Jahuának az ünnepei, ez kijelölt időpont, Moed, ami azt jelenti kijelölt időpont, é, a, gyülekezni, és akkor ebből ugye ahol össze kell gyülekezni. Amelyeken kores gyülekezésekre kell összegyülekezni. Erről is beszéltünk, ez a mikrá, ez a karából összehívni, ez egy gyülekezés. Amikor össze kell gyülekeznetek, és akkor én így. Én megértettem persze, hogy mi az, amit akarsz. Szóval itt akkor emberekkel kell találkozni majd. Ez azt ez, ez, jelenti. nem? Úgyhogy, ha, ha olvasom úgy, mint egy gyerek, akkor már akkor én nekem világos volt belül az, hogy én nem tudom ezt egyedül. Szóval ezt nem lehet egyedül csinálni, úgy, ahogy én azt elképzeltem, hogy én így vagyok, és akkor járom az utat, csinálok mindent, amit ő akar. Mert ezzel az egy dologgal tulajdonképpen ő lehetetlenné tette azt, hogy az ember ezt egyedül tudja csinálni. Persze rájöttem én aztán később, hogy miért van ez, meg el is mondtam én ezt sok videóban, meg most mindenki talán tapasztalja ezt itt, aki úgy huzamosabb ideig itt van, hogy, hogy miért van ez. Úgy általánosságában véve az ő ünnepei, ezek gyülekezési napok. Ez nem olyan ünnep, mint amire mi gondolunk, hogy karácsony, vagy, vagy, mit, ami a, vagy a Valentin nap, vagy a Maga a szó ezt jelenti, hogy ez egy kijelölt időpont, amikor össze kell gyülekezni. Az ünnep igazából nem mond nekünk semmit. Ez egy gyülekezési időpont, maga a neve az ez. Ezek Jahuának a gyülekezési időpontjai, amikor össze kell gyülekeznetek, szó szóval szerint össze kell kiabálni az embereket egy kupacba. És még nem is tért rá semmelyik ünnepre sem de ezt már egyértelművé tette, hogy, nekünk, hogy, hogy, ez van. Aztán olvasod tovább, és akkor látja mindenki, hogy hat napon át munkálkodjatok a hetedik napon nyugodalomnak, kodes gyülekezésnek a sabátja. És akkor ugye belül bennem az volt, hogy semmi dolgot se végezzetek, ez Jehuának a sabátja legyen minden lakhelyeteken. Amit mondani akar az az, hogy bárhol vagy, ha itt vagy itt, ha ott vagy ott, ha vagy, akkor meg amott, mindenhol. Ez egy, parancsolat Jahuától, hogy ez egy gyülekezési nap legyen. Ez ugyanolyan, mint amikor azt mondja, hogy ne ölj, a házasságot ne törd meg, vagy ne tégy hamis tanúbizonságot a fele ellen, meg, meg ezek a dolog. Senkinek nem jutna eszébe, hogy azokat megszegje, hogy, hogy, azt mondja, hogy igen, de lehet, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy nem úgy ne ő, hanem nem úgy ne hazudj, hanem így ez, így fehér hazugság, meg mit tudom én, mik, mik vannak. Szóval, akkor itt meg miért igen? Egyértelművé tette, hogy ez egy gyülekezési nap, amikor kötelező gyülekezni. Persze vannak körülmények, amikor ez nem jön össze, de aztán folytatja, és azt mondja, hogy ezek Jahuának az ünnepei. Majd. És kores gyülekezések napén, mert a szabott idejükben kell összegyülekeznetek. Kötelező. Muszáj. Ezt egyszerűen csak össze kell gyülekezni. Nincsen választási lehetősége senkinek, hogy H hogy most akarok, vagy nem, vagy, vagy mit tudom én És nyilván érti mindenki, hogy a lényeg az egésznek az, hogy ne lehessen egyedül járni, nem? Hogy legyen, különben sose alakulna ki egy, egy test hogyha azt mondaná, hogy mindenki járja ott, ahol van, és akkor majd a végén ütközünk, amikor ott vagyunk, azt majd akkor egybe rakja ő. Az a lényeg, hogy Együtt vannak az emberek, és amikor, amikor arról van szó, hogy ja, mi lett ezzel, mi lett azzal, miért nem jön ez, miért nem jön az, hogy így, hogy úgy, ez a lényege, ezért találta ki. Pontosan ez a lényege. Szóval, minek meglepődni azon, ami egyszerűen csak minden közösségnek a sajátja. Csak a probléma az, hogy ők nem foglalkoznak vele, nem oldják meg a problémát úgy, ahogyan nekünk az kell. Mi csak nem nézhetjük azt, hogy olyan dolog történik köztünk, ami helytelen, mert akkor mindenki viseli annak a terhét, aki nézi azt, meg az, az aki csinálja. Úgyhogy azon gondolkozni, hogy ja, hogy mennyi, milyen káosz, meg ez, meg az vagy amaz. Ez a lényege az egésznek, hogy ez legyen. Ezért találtak ki a gyülekezést. Arra kíváncsi, hogy valakik képesek-e a gyakorlatba átültetni azt, ami le van írva. Mindenki tudja, hogy nem lehet susárolni, hogy nem lehet valakinek a mögött beszélni, nincs hamis tanúbizonyság, nincs fehér hazugság, meg ezek a dolgok. Mikor egyedül vagyok otthon, akkor mindezeket nagyon egyszerű megcsinálni, nem? Mert akkor nem érintkezek senkivel. Szóval nyilván nem fogok susárolni, nem, nem tudok. De mihely kialakul egy közösség, akkor ezek valós problémává válnak. Hiszen lehetőség van arra, hogy ezek megtörténjenek. Szóval mindenki bizonyíthatja azt, hogy a gyakorlatban meg tudja csinálni, amit az elméletben tud. Ezért találta ki többek közt. Meg hát, ugye, hogy lehet szeretni felebarátot, mint te magad, az, hogyha nincs semmilyen kapcsolat vele? Az, hogy valaki el van a feleségével, eleve azt mondta, hogy a kettő lesz egy testés, szóval egyedül meg nem lehet gyülekezni. És vagy a családom belül, persze, hogy, hogy el vagyok a testvéremmel, vagy az anyámmal, vagy a gyerekemmel. Ez akkor válik érdekesé, amikor idegenekkel kell együtt lenni. Egy napot, két napot, vagy akár egy hetet, ne? Kétszer egy hetet együtt kellene tölteni egy évben, ezt így találta ki. Pont ezért, hogy ezek a dolgok kijöjjenek. A feladat az, hogy békességben éljünk, de ezt nem lehet megcsinálni. Mert mindig lesz olyan, akiben más ruach van. Úgyhogy ahogy ezt olvasgattam, hogy az első hónapban, a hónap 14-én este ez Jahuának a páskája, ami Peszach, akkor kovásztanak kenyeret ünnepe, és hét napig kovásztanak kenyeret kell lenni, és az első napon egy kodes gyülekezéstek legyen, és semmi munkát ne végezzetek, akkor engem ez belül úgy rosszul érintett, mert én egyedül voltam ott Londonban akkor, meg én tudtam, hogy ha hazajövök, itt is egyedül leszek. Nem azért, mert nem értél senki, hanem mert én nem ismerem azt, aki érti, vagy egyáltalán járja ezt az utat, mert érteni lehet, hogy érti sok ember, de én nem találtam olyat, aki járja ezt akkor. Azóta se úgy értem, hogy így, aki, de biztos van, én nem azt mondom, hogy nem. Én csak azt mondom, hogy én nem találkoztam még azokkal az emberekkel. Ugye nem azokon kívül, akik aztán így megtaláltak. És még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül, ki... sőt tudom, inkább úgy fogalmazok, hogy rajtam kívül is eljutottak számos ember a történelem során erre a elvezette őket, ahol biztos nem én voltam az első magyar, aki rájött erre, hogy ez így van. Ez így volt a történelem során minden korszakban, minden évben, mindenhol. Csak nem hallottunk róla. Szóval én úgy voltam vele, hogy akkor meg tudom én csinálni a fejfedőt, meg a rojtokat, biztos lesz majd valaki, aki felvarja, meg, meg ezeket a dolgokat, meg nem eszek ezt, nem eszek azt, bőtölgetek, meg minden. De nem tudom ezt teljesíteni, ezt a dolgot. Szóval nem tudok gyülekezni, hisz nincs kivel. Úgyhogy, ha hazamegyek, akkor két alternatíva volt. Az egyik a Jehova tanúi, mert ők legalább ismerték a nevet, szóval legalább valamilyen közös pont volt a, a, abban, amit mi amit értettünk ebben az egészben. A másik meg a hetentebbi adventisták, ők legalább ismerték a Az Olyan nem találtam, aki legalább ezt a kettőt együtt ismerte. De aztán még mindig felmerült az, hogy hogy akkor mit fogok én csinálni ott, mint az többi más dolga, amit én csinálok, ők meg nem. Úgyhogy megmutatta ezt, Hua, úgyhogy nem úgy, hogy lejött, meg meg elmagyarázta, hanem így csak egyszerűen arra a lógikus következtetése jut az ember, hogy akkor csinálni kell egy ilyet. Világos? De mi nem mondott, hogy ez már volt eddig is, 30-40 éveként foglalkozok erre, és én nem tudtam, hogy ilyen kell, hogy ilyen is. Én arra értem, hogy azt nem gondolhatjuk, hogy én vagyok az első magyar, aki eljutott erre a felismerésre. Inkább akkor úgy fogalmazok, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy éltek emberek, akik, akik tisztában voltak ezzel. Csak a technológia esetleg nem tette azt lehetővé, mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy te egyáltalán tudjál róla, ha valaki győrben járja ezt az utat, vagy valakik. Mert nem volt meg az a lehetőség, hogy az internetet felismerjék. Szóval én tudom, hogy nem én vagyok az, aki erre rájött, főleg úgy, hogy én eltanultam másoktól, erre értettem ezt, amikor... Meg ők is eltanulták másoktól, szóval valaki csak hamar... Ért, 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 valahogy csak le, le kellett, hogy jöjjön az információ, jahusáma siáhtó hozzánk egy ilyen, egy ilyen lépcső során. Most az, hogy most nincs, aki Magyarországon ezt járja, vagy képviseli, az, az, az egy más... Tessék? Hát a, a, erre az életformára, úgy érted? Igen, igen. Hát nézd, mindenki ismeri azokat az alternatívákat, amik rendelkezésre állnak, nem? Már ennyi időt felderítettük, úgy értem, hogy nagyon el kell lappangni valakinek, hogy én még ne találkozzak vele. A, a, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy a, ha valaki járja ezt az utat Magyarországon, így, és én még nem találtam meg, akkor az valahogy szándékosan elbújt, vagy, mert én már néhány videót megnéztem ezügyben, de, de nem találtam. Az, hogy vannak árnyalatok, meg, meg, az, az egy másik dolog. Szóval én nem azt mondom, ha valaki azt mondja, hogy a holdnaptár szerint megy, ne, nem, 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 biztos, hogy benne, hogy nem probléma. Én is tudom a helyes naptárt, meg ők se. De vannak dolgok, amik, 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 ennél súlyosabbak. De, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én nem találtam ilyet. Én nem tudok elmenni egy gyülekezetbe, ahol azt mondják, hogy nem kell a fizikális körülmetélést megcsinálni. Én nem úgy hiszek. Szóval mi, hogy is, minek állítsak be oda egyáltalán, hogy majd el, el, el lesz, akkor ott, én belül lesz hiszem, és akkor ott mi keresni való van nekem olyan emberek közt, akik ezt nem el? Hogy menjek oda valahova, ahol, ahol a, 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 mondjuk a Jehova tanúira, hogy a sabát napot, hogy, hogy tudok egyáltalán oda beillesz? Minek menjek, kezdjek el egy rosszat csinálni, mikor már kezdetekből fogva nem értünk egyet? És és akkor ez volt, hogy hát akkor, akkor neki kell állni és csinálni egyet, különben nem lehet ezeket a dolgokat megcsinálni. És mindezt úgy, hogy én akkor kezdtem el olvasni a Bibliát, abban az időszakban, mikor én nekem az volt a fejemben, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Szóval érti mindenki, hogy, hogy mennyire bizar az egész történet, hogy mikor 2016-ban ez elkezdődött, én addig nem olvastam a Bibliát, én nem jártam templomba, és nem imádkoztam soha. Szóval ez csak úgy elkezdődött abban a hónapban. De nekem a fejemben már az volt néhány hónap múlva, hogy nekem csinálnom kell egy ilyen közösséget, hogy meg tudjam csinálni azt, ami le van írva. Szóval azt akarom ebből, és aztán most ez van. Szóval most ez, ez az, amiben mindenki benne van. Ez a nap, a mai, meg az előző hét volt az első igazi sabátnapi gyülekezet. Szóval mindenki látja, hogy négy év. És lehetett volna hamarabb is a szombaton találkozni, ha hajlandó vagyok utazni annyit. De én úgy voltam vele, hogy én nem kötök kompromisszumokat. Szóval én úgy fogom ezt megcsinálni, hogyha kell várni négy évet, akkor én várok négy évet arra, hogy úgy alakuljon a helyzet, mint ahogy most van. És én nem azt mondom, hogy más kompromisszumot köt, mert mindenki abban a helyzetben van, hogy el kell jönnie ide rajtam kívül. Tehát, de végre meg tudtuk csinálni azt, hogy el tudjon jönni. Szóval, amit mondani akarok az az, hogy talán ilyen ez az egész út, mint ez a, amit ez példáz mindenki számára, hogy Jahua megmutatja azt, hogy mi az ő elvárása, mi azt akarjuk csinálni teljes szívből, teljes erőből, teljes léleből, teljes elméből, és aztán majd valamikor, néhány évvel később, abból lesz valami a gyakorlatban. De fölösleges arra gondolni, hogy miért nem érti anyám, miért nem érti a lányom, mikor elmondtam neki, vagy mi, mikor nekem négy évet kellett várni arra, hogy bekövetkezzen az, ami. ami a, a, az, értse meg mindenki, hogy emiatt van ez az egész. Érthető? Szóval a Yahoo útja csatorna, a Facebook, a Messenger, az infobában, meg ezek a dolgok nem léteznének. Hogyha nekem akkor nem helyezi el az elménybe azt, hogy ezt meg kell csinálni. Világos? Ez az egész csak ezért van, hogy az legyen, ami most van. Ezért indult el az egész videógyártás, az egész minden utána, hogy legyen egy másik csatorna, hogy legyen egy Facebook csoport, hogy legyen két Messenger csoport, hogy legyen egy harmadik csatorna, hogy, hogy legyen egy. Minden azért történt, hogy az legyen, ami ma meg a múlt héten bekövetkezett. És akkor nem úgy van, hogy Yahoo az, aki manipulálja a szálakat a háttérből, hogy az legyen, amit ő akar, nem? hogy rá kényszerített engem, meg mindenki mást arra, hogy azt csinálja, amit ő akar, és milyen nagyszerű lett a, a, az eredménye, mennyi nehézség, meg mit tudom én, mi volt, meg van, meg lesz. De mégis, most képzelje el mindenki, hogyha ha ugyanilyen elszántsággal, meg, meg meg hittel, mint ezt csinálná mindenki, akkor mi az, amit. És nem azt akarom mondani, hogy. vagy nem, nem magamat akarom ö, ö, előtérbe helyezni, sokkal inkább azt akarom kihozni belőle, hogy én nem jártam templomba, én nem hittem benne, én nem kerestem őt, és nem is érdekelt ő, és nem is olvastam a Bibliát. Szóval, ennek szerintem az a tanulsága, hogy ez így volt kitalálva a kezdetektől fogva az ő részéről. Hogy ez evidens legyen mindenki számára, hogy ha az az ember el tud jutni idáig, akkor mindenki meg tudja ezt csinálni. Hiszen ettől távolabb nehéz lett volna elhelyezkedni, mint az, hogy valakit egyáltalán ez a dolog. Én mindvégig engem csak az információ érdekelt, hogy mi a következő hoax, mi a következő hazugság, mi az, amit ki lehet még deríteni. Persze láttam a bibliai idézeteket közben, de engem nem érdekelt Isten, vagy hogy ő mit akar. Egyáltalán. És, és, aztán, és ami a tanulság, az még ez mellett az, hogy, hogy mindezeket a képességeket, amik szükségesek voltak ehhez, ezeket csak kérni kellett tőle az idők során. Csak imádkozni kellett hozzá, hogy adjon erőt ehhez, kitartást, alázatot, türelmet, engedelmességet, szerítséget, szerénységet, hosszú tűrést, következetességet, meg száz más dolgot. És így ezért ő megadta ezt. Mert újra és újra az ember megy oda hozzá, hogy hogy, mi, hogy segíts, hogy megértsem, hogy mi az, amit akarsz. Hogy segíts, hogy, hogy megértsem, hogy mi az, amit csinálnom kell. Mert nem, nem fedéne értem most, de tudom, hogy van, csak akkor, de, de hajlandó vagyok kivárni. Szóval, ha kell, akkor várok két hónapot, nem probléma. Én csak megyek és csinálom, amit addig és majd meg fogja mutatni, hogy mi az, amit akar tőlem. Úgyhogy végül is így négy év távlatából, vagy, vagy mondjuk ha visszamegyek 2003-ig a 17 év távlatából, eh, nehéz is lenne találni egy dolgot, amiért én tudnám azt mondani, hogy na ez az én érdemem ebből az egészbe. Mert, mert hát végül is nem is tudom, hogy mi lenne az. Szóval lehet, hogy az első kérdésem az lesz majd, ha megérkezek oda, ha egyszer eljutok oda, hogy egy kérdést feltegyek, hogy vajon miért lesz az ember olyan, amilyen? Mi az, ami eldönt, hogy valaki ilyen lesz, valaki olyan lesz? És akármennyire is bizonynak tűnik ez a, ez a dolog, de ez a kérdés volt az, ami motiválta az egész kutató munkát az élet során. Hogy miért lesz valaki olyan, amilyen? Mi azok annak, hogy én ilyen vagyok, hogy én így gondolkozom, hogy én így érzek, hogy én. és, és valaki más, meg nem. És biztos vagyok benne, hogy ezt is ő helyezte a fejembe akkor, mert tudta, hogy én olyan vagyok, hogy én menni fogok ezután, hogy engem ez érdekel, hogy, hogy én hajlandó vagyok időt, energiát, meg mindent rászánni. De mindent ő irányított a háttérben és így visszagondolva tudom, hogy mikor estek le a leplek, amikor a fordulópontok következtek be ezen az úton. És nehéz ezt elmagyarázni, meg, meg szavakba önteni, hogy mennyi ilyen volt az idő során. Gondoljon bele mindenki a saját életében, hogy mikor fordulópont következett be, vagy mikor amikor rájött valamire, vagy, vagy egy új lendületet kapott az egész út. Ez ugyanígy volt itt is. Úgyhogy az ő szava, hogyha valaki egy gyakorlati példa érdekel, akkor itt van egy arra, hogy, hogy, hogy mi, mire is képes az ő szava. És képzelj el mindenki, hogy ez az egy fejezet, vagyis ezek az utasítások azóta ő, jahua, hány ember életét tudta megváltoztatni, meg megérinteni pusztán azzal, hogy, hogy ezt így a, belehelyezte az ember fejébe és aztán végigvezette -e ezen az úton. Úgyhogy nekünk, mikor visszatérünk arra, hogy mi az, amit adhatunk neki, meg, meg, akkor én, én ez a motiváció mögötte, hogy, hogy legalább akkor azzal, amit, amit tudok, azzal hozzájárulok ehhez az egészhez, bármennyire is, az minimálisnak tűnik az mellett, ami, amit ő így az évek során, meg úgy az életemben, meg mindenki életébe véghez itt. Úgyhogy ez kellene, hogy legyen a motiváció szerintem. Nem csak a sabát nap mögött, meg a gyülekezés mögött, hanem minden mögött, amit mi csinálunk, hogy, hogy mennyit dolgozik ő, meg tesz, és ez az, amit mi tudunk neki visszaadni talán. Valakinek kérdése van, javaslata, vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken? és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának, Halleluja és Salom!